Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban magyar válogatott meccset fogunk lejátszani. Nagyon-nagyon komoly lesz, méghozzá a PES 2021-ben, és méghozzá azért, mert hát itt van a drága jó PES, vagyis hát bocsánat, eFootball 2022, de cseszhetjük, hogy van benne kb. 6 csapat, úgyhogy azzal nem sokra megyünk. A lényeg, hogy nincsenek benne válogatottak, nem tudjuk lejátszani a mérkőzést, és a FIFA-ba is direkt beléptem, még egyszer megnéztem, nincs benne az albán válogatott, nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudunk lejátszani ilyen meccset, úgyhogy vissza akkor a PES-hez, annyira nem is bánom, én ezt is szeretem, igazából nincsen ezzel nekem semmilyen bajom. Lokál meccsre rámegyünk, és már nyomhatjuk is. Persze nem olyan csúcs grafika, meg mit tudom én mi, de egyébként meg egyáltalán nem rossz, nincsen szégyelni valója szerintem. Főleg a fűnek a textúrája, ebben a játékban szerintem az egyik legjobb. Na de, ja, és a PES Homepage-es srácok ugye frissítették a magyar válogatottat, amit innen is ki tudunk próbálni, és köszönjük is neki. Albánia itt van. Természetesen náluk azért jobbak vagyunk, pont számba, úgyhogy talán meg lesz ez a meccs. Meglátjuk, hogy mennyire. Kártyákkal ugye leszimuláltam, EB-s kártyákkal. Hát ezzel nem jött ki túl jó eredmény, döntetlen lett, nem láttátok volna, és érdekel ilyen kártyás mérkőzés is, jobb felsőbe nézzétek meg. Most viszont a mezünk nagyon fullos, pont az, ami rajtam van, hibátlan, albánoknak is jó lesz a fehér. Én azt mondom, hogy nyomjuk akkor, nézzünk még itt egy kezdőfelállást, ott mi a helyzet. Arcok is tök jól meg vannak csinálva, erről is a PES Homepage-es srácok gondoskodtak, érdekel ez a kis frissítés, nem is kicsi frissítés, akkor ott a link a leírásban. Na de nézzük, Szalai Ádám, Sallai Roli elől, szerintem jó páros, Schaefer, Klein, Heisler, na itt igen, itt vannak bajok, mert Schaefer, nem tudom, hogy őt hagyja ebben, mert azért vannak itt más embereink is, akik egész jók lehetnek, akár Sigér, igaz ő sérült, és Schaefer csereként fogom behozni, számítok rá, de csak csereként. Fiola, Szalai Attila, Vili Orbán, Botka, Négo. Botka helyett én Langot szeretném most itt előnyben részesíteni, meg kell nyernünk a meccset, és ebben a pontszámok is szerepet játszanak. A többiek teljesen okésak, tehát Mikulics 74-je biztos, hogy pályára lesz küldve majd. Ez a rész, ez teljesen jó. Nézzük az ellenfelet, itt meg tudjuk nézni. Hát Berisha 77-es értékelésű kapus, az se rossz, de ott van Starkozza a kapuban. Érdekes, hogy nem azt használta, persze Berisha most a csapat sztárja. Itt Dim City 80-as, Isai 79-es, vannak ott jók, a középpálya és a támadó szekciója annyira nem erős, hogy úgy mondjam, de azért azok se gyengék, úgyhogy izgi lesz a meccs, de azért papíron jó lenne, ha nyernénk végre, na. Nyomjuk is a mérkőzést, én azt mondom. És itt is vagyunk, éppen a pályakarbantartók foglalkoznak a Gyeppel, az új Puskás Ferenc stadion. Fantasztikus, persze jó, nem egy az egybe van leszimulálva vagy leépítve ide a PES-be, de azért rendben van, egy jó stadiont választottak, ami indik a válogatottunkhoz, és kivonulnak a játékosok. Fantasztikus. Jól van, srácok, össze kell hozni. Úristen, mennyien vannak, teltház, konkrétan teltház, úgyhogy. Kis himnusz. Fantasztikus, jó, nyomjuk a meccset, oké, nincs erre idő. Majd a szurkolók eléneklik a győztes meccs után a B-középnél, a Kárpátian brigádnál, úgyhogy nézzük is a meccset. Loic Négo, neki a tempója kifejezetten bíztató, úgyhogy remélem, hogy lehet itt keresni valunk akár. Ó, végre nincs ez a fura izé, ami mutatja, hogy merre passzolunk. Ez a karika, tudjátok a jellel, aki nem tudja, nézni meg az eFootball videót, nem bírtam leszedni azokra sem elműködését. De jó ezzel PES-sel játszani, ezt kell mondjam. Jó érzés, jól néz ki minden. A szurkolók is mennyivel életűbbek, amilyen robotos mozgásuk van. Öklözi Gulácsi, de hát ez Sigéré természetesen. Kleinheisler, Négo, az jó lehet. Kicsit csínybe kapta, de végül is majdnem a miénk. Az csúnya, de lehet előszabályt alkalmazni. Bírókától nem ijed meg, még mindig ott van a blokkba. Jézusom,
azért necces volt. Szerintem szabálytán volt, de mehetek tovább, tovább lüddössük, nagyon tömörülnek. Az volt a baj, szerintem itt a... Jó, persze. Az volt a baja itt a csapatnak egyébként, hogy nagyon közel akarták hozni a kapunkhoz, én meg ezt nem engedtem. De talán jó is ez így, hogy kicsit eltaktikázták. Cserébe sárga lap a jutalmunk, annak annyira nem örülök. Hát ez van. Felrúgjuk. Senki ez nem megy, nem megy ember ez a passz. Ez amíg nem az igazi, Sigér. Azt mondja Kleinhäusler. Bajos. Ez a támadás építés. Kleini megint. Ott a beinduló Sallai. Les. Az egyértelműen les, igen. Jó, mindegy. Haladjunk tovább. 15. percben vagyunk még csak. Ezt szépen lekezelték a franc egyemek, de Nagy Ádám elrabolja a lasztit. Kérdés, hogy Szalai mit tud ezzel kezdeni itt elől, mert nagyon kiszorított helyzetben van, inkább vissza. Legalábbis én ezt látom jó döntésnek. Nagy felé megint. A jó passz, azaz Kleini. Ott Négo, induljon az be, induljon be ez a támadás. Jó lesz ez így. Négo, vissza. Azaz, csak nincs lövőhelyzet. Megint az, hogy itt tömörülünk. És nincs lövőhelyzet, viszont a fejesre nem érkezik senki. Nem baj, Nagy Ádi. Hé, mit csinál? Normális, hát eltörje már. Azaz, oké, jól van. Megint a miénk? Nem volt lesen senki, Kleini. Mekkora lövés! Azt a mindenit, Sallai! Szép labda szerzés! Nem bírom ellőni. Ez jó volt most, azért most letámadtunk elég erősen. Erre fel is küldöm akkor itt most a támadó részét a csapatnak. Sigér bealudt. Francigye meg. Jó, ez az. Most nem. Máj. Elveszük tőle. Azaz. Előnyszabály, és ráadásul nekünk előnyszabály. Megkasztják ott a Szalai emberünket, de hát ez senkit nem érdekel. Kulácsi rúgja ki a stadionba a labdát. Pont emberhez ment volna, de... Les. Így van. Még egy kapus kirúgásnál is van, les, kérem szépen. Labda birtoklásban jók vagyunk, de egyenlőre hasznosítani ezt a tudást nem tudtuk. Most talán ez menni fog. Ott a beinduló ember mehet, Sallai. Hát teljesen rossz passz. Megfuttatjuk azért Sallait. Dolgozom már pénzért, de ebből lehetőségünk nem fog származni. A jó fejes, az tényleg jó volt egyébként. A passz nem annyira. Sőt, a passzok azok nem. Nincsenek rendben, de egyébként előre vágják folyamatosan az albánok is, úgyhogy nem sok keresni valójuk van eddig ezen a meccsen, bár talán veszélyes helyzet nekik is volt, ugye, a meccs elején. Sallai Roli. Nézzük, hova lehet vele beadni, mert az a baj, hogy nagy megint a tömörülés, és nem sok lehetőségünk van így. Szöglet? Ez az, jó, kiharcoltunk egy szögletet, fontos ez is. Hátra így akkor meg lehet tolni azt. Hiányzik Szoboszlai, most jut eszembe. Basszus, nem utazott el velünk Szoboszlai. Elfelej, ott hagytuk a repülőtéren, bazd meg. Tudtam, hogy valaki ott maradt a repülőtéren. Szoboszlai Dominik ott maradt. Vagy covidos lett és visszafogták. Hát én már ezt nem is tudom. Most jutott eszembe. A csávó hiánya. Jó, hát akkor, nem tudom én, ezt így kell megnyerni. Akkor... Les, tudtam, nem jó, nem jó ember ért hozzá a labdához. Óriási lesen volt berakadva Sallai Rolandurunk.
Hú, ez fájó, hogy szoboszlai nélkül azért szögleteknél, szabadrugásoknál csak ott van. Pontrugásos szituációknál csak segíti a csapatot. Talán nélküle is ez menni fog. Bízok benne. Orlózva, Sallai, megint les! Most mi az Isten van? Jöjjön már hátrébb. Komolyan. Sallai tök jó helyezkedik, oké, de Sallai már 20-adjára van lesen. Na mindegy. Nyomjuk. Gyerünk, hajrá. Hajrá, magyarok. Azaz, még talán egy támadásra lesz itt idő. Kleinheisler, ki van fáradva, és ki is gáncsolják. Köszönjük szépen. Hát ez fantasztikus. Ez szabályos sallai szerelés, de nem ér semmit. Ez egy nagyon szenvedős 0-0 volt, néhány jó lövés, tényleg volt. De ettől függetlenül azért inkább a középpályán dúlt a csata. Meglátjuk második fél időben, mire megyünk egymással. Elképzelhető, hogy itt fogunk egyet cserélni. Nem is Sigér, hanem Kleini van jobban elfáradva, helyette behozhatnánk Schäfert, nem? De mondjuk egy... Kit. Hát kit. Te pedig Schäfer fog eltérni. Nem izgat, hogy levelmeli a pontszámát a rossz poszt miatt, mert akkor is hasznos tud lenni. Főleg gyorsaságban. Mik vannak itt még? Hát, gyors támadásokra rendezkedünk be. Ez lesz a nyerő szerintem, mert itt most már meg kell fogni ezeket az emberkéket. Négó támadónak felhozzuk egyébként, oda akár mehetne egy Varga is. Ha! Megnézzük, hogy Schäfer mit szólna ez a pozícióhoz. Ő se lenne rossz. Nem bizony. Négó helyett marad fenn Kleinheisler. Hát, most már nem tudom, basszus srácok. Nagyon meg szeretném nyerni a meccset egyébként, onnan eredeztethető vissza ez a taktika mentes hozzáállásom. Nézzük, nyomjuk neki. Második fél idő. Mégis cseréltünk, de fogunk még. Schäfer jön be Négó helyett. Támadó részről kiveszünk egy embert, és bízunk abban, hogy végül siker fogja koronázni. Schäfer nagyon fut, nagyon jó, tényleg egyébként. A gyorsasága főleg. Jó, oké, ne. Azaz, miénk? Nagyon jó. Azaz, Sallai, még mindig fent van a pályán, még megmutathatja, hogy mit tud. Ott kéri a labdát Schäfer. Ás bele a fejbe. De jó lehetett volna az a lövés, nem baj. Mi dobunk? Cserélnek. Balály jön fel. Francba. Ezzel se lettek gyengébbek, ez biztos. Ez egy jó csere volt. A beadás? Szalai felé nem jó. Kisodródott. Schäfer, ez az. Valamit csináljunk. Szedjük össze magunkat. Szép a letámadás. Nincsen befutó ember az üres területre. Hiába akasztjuk őket, egyszerűen nem akar összejönni. Azaz. Ez a milyen kell, hogy legyen. Hát elmértük a fejes, de szerencsére ez kirúgás lesz így. Nézzük meg Sallai helyett azt a Nikolicsot. Hol van? Nikolics. Jó, oké. Jó lesz az Nikó. Gyere, aztán toljuk neki. Baj, nem posztra cserélünk, csak üssük neki, amíg még meleg. Na, ezt meg kell nyerni. Fiola Attila! Pörög a labda, és nem pörög ki. Ez az, elhozzuk. Azt meg lehet futni Kleinheisler. Nem lát 60. perc. Még feljebb küldjük akkor a csapatot. Megint megpróbálunk egy ilyesmit. Azaz. Nem! Kivédte. Berisa. Szalai Ádám lövése. Nem volt elég jó, pedig akciódúsabb ez a második fél idő, mint ahogy volt az első. Szép a passzjáték. Ment volna a sarokra. Kutya úristenit. Na jól van, Kleini. Lőd be.
Manaj lejött közben, de nem ezt figyeljük, hanem Szalai Atis lövését inkább hagyjuk. Helyette Sigér lőhetett volna. Engedd el. Jó lesz az. Lejnik most már tényleg lehoz, hogy fáradt. Varga Roli tökéletes lesz helyette. Az is egy jó pozícióváltás volt. Nagyon szépen jöttek ott be, és nem sikerült a lövésre tenni végül. Varga Roli egyből. Akkor kell taktikázni szerintem. Úgy. Azaz. Pedig nagyon jó helyre lőtte be Varga. Kár, hogy pontot nem volt senki. De nem baj. Hiszáj. Indít. Kicsodát. Ki? Gulácsit indítja? Gulácsit indítja Hiszáj. Ez nekünk nagyon jó lehet, hiszen marad nálunk a Laszti. Ez az. Vissza. Gyere. Fölé. Kapásból már, mint hogy egyből próbálta lőni Nikolics, amint megszerzi a labdát, birtokba veszi, de ez nem. Sok a lövés, nincsen gól. Ez a helyzet jelenleg. Attól félek, hogy tényleg a valóságban is ilyen meccset fogunk játszani, pedig nagyon nem szeretném. Nem lenne egy jó terv. De biztos, hogy kemény lesz. 100%-ig biztos vagyok benne. Nikolics futja. Nikolics. Még mindig. Ez az. És nem volt szabálytalan ez se. Hát ilyet, ki ez a bíró? Szedjük le a lábára azt a Lasztit. Na, nem ár, hát leráz minket. Legyünk már ennél harciasabbak, hát Gulácsinak kell óriásit védenie. Majdnem egy csuka fejessel azért ott betalált az. Azaz. Ott megy a Séfer. A bemozgó Séfer elől eltolják a labdát, és még el is csúszik utána. Hát ez így nem az igazi. Szépen visszaszerezzük, tehát nem ezzel van a probléma. Inkább az, hogy nem jönnek össze a tervek, amik itt szövögetve vannak a támadó részem. Így nyomjuk őket, nagyon be vannak szorítva, de ennek egyenlőre nincs meg az eredménye. Nagy Ádi. Nem, elmegy a fickó. Na végre, hát Lang. Komolyan, becsúszás is kellett. Megzavarjuk az ellenfelet. Rossz becsúszással. Jó, figyeljünk. Ők is nagyon-nagyon rosszul passzolgatnak, megjátszanak. 80. perc. Szép. Azaz. Sigér. Gyere. Az érkező. Kapufa. És 0-0 lesz. Ezt nem lehet. Lacika jön be. Nem muszáj helyett, hogy Laci. Jó. Nikolics. Nagyon jó. És megint, most ez megint szabályeset, ez a bíró most mindent hagy, tök mindegy, mit csinálsz. Ezt így erőből FIFA streetesen kell, akkor pontosabban PES streetesen kell megnyerni, itt mindent lehet ezen a meccsen. Akkor csúszunk be, menjünk neki, üssük meg, harcoljuk ki azt a gólt, mert most már komolyan mondom, nem lehet. Azaz, és tényleg bármit lehet ezen a meccsen, ezt is hagyja ez a bíró. Azaz, essen el akkor, hát már komolyan. Nem lehet, sietetlen bazd meg, bebassza. Balán. Ez szabad ilyet, hogy kiugrik a nézőkhöz? Sárgala. 1-0 Albániának. Nem jönnek össze a jósolások, se kártyával, se meccsen. Jó, elég az öröngésből most már. És nem lehet leszerelni, bepasszolja, lefordul, hiába a rossz szerelések, tömkelege. Hát ez így felejthető kategória. Megint csúszkálnak, mert lehet, mert ugye engedi a bíró. Nincs ezzel probléma, hogy becsúsznak és eltörik egy-két láb. Nagy kár azért. Egyáltalán nem vagyok boldog az eredmény láttán.
Remélem, hogy a valóságban jobb lesz, srácok, ne búsuljunk, ez csak az én bénaságom, tudjátok jól. Egyszerűen Pestben nem jönnek ki a lépések. Valahogy. Nem. Támadó szekcióban nem, és a végén még be is szívtunk egy gólt. Baj. Bajos. Ettől függetlenül többet lőttünk kapura, többet birtokoltuk a labdát, és mégse lett ennek eredménye. Szoboszlait ott hagytuk a reptéren. Vannak bajok. Rendbe kell tenni ezt a csapat nálam, viszont a válogatottnak szurkoljunk ezerre, mert hátra összejön a siker. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a meccset, legyetek jók, iratkozzatok fel. Sziasztok!